Elnézést! Tudna segíteni? Hozzám szólt, asszonyom. Igen. Defektet kaptam. Meg tudná nézni? Természetesen. Önhöz mindig készen állok. Tessék? Semmi. Megnézem. Melyik le defektes? Hát szerintem összes. Látom, hogy eléggé ütközött is már. Hát, egy kicsit mutáltam. Hát, volt már rá eset, de nem én voltam sose hibás. Természetesen, sosem ön volt a hibás. Nézzük csak, egy kicsit megbirizgálom. Késsel kell? Természetesen, ezt mindig késsel kell, nem tudta? Mindig kell lenni egy bicskának a kocsi csomagtartójába. Nem tudtam, az én kocsim csomagtartójába. Nem akarom tudni, mi volt az ön kocsi csomagtartójába. Na mindegy, szerintem így tökéletes lesz. Ha ezt a ajtót még leveszem szépen, jó, így. Uram, atyám, rendőrség, hív a rendőrséget! Maga kussoljon! A kamionos, mindenki már magára vár! Örüljön, segítsen! Ennyi erővel! Bele is lőhetek, és kész! Ne! Uram, atyám! Na. Felidegesítik az embert. Reggel 10-kor. Valahol már délelőtt is. Inkább nézzük a következő követésünket. Ajaj, nagyon nyúlánk, CG. Toreno? Azt hiszem, hogy valami szex sztár, pornó sztár volt CG. Azért ilyen nyúlékony. Toreno, fuck you! Almost lost my life out there for you. I got just one tiny little thing for you to do, and then I'm out of your life forever. Ráültél Meddulnak a... Hoppá. Nekem nincs is ilyen pisztolyom, de jó, CG-nek van. You're embarrassing yourself. Come on, put it down. Don't be ridiculous, okay? Hey, I got a little surprise for you here. You ready for this? Na, Meddulnak jött az új albuma. Kerestünk 2000 forintot. Felveszük a telefont. Igen, és beleszól. Sweet szól bele. Azt hittem, hogy Jessica alba. Picsába. Sweetet kiengedték, ezt nem hiszem, hogy engedhettétek ki Sweetet? Hát körözött bűnöző gyilkos. Amúgy kösz, Toreno. Rendes, hogy... Na, 200 költést csinálta meg Sweetért, de tényleg rendes, hogy... Köszi a $1000 is az a nehéz költésért. Hello, Toreno! Akkor vegyük és pick-up-oljuk fel Sweetet. Vagy gyerünk is pikáljuk. Pikappoljuk fel Sweetet. Na. Jaj, milyen nagyon kemények, hogy nagyon szeretik Meddug házánál felmenni. Főleg, ha nem is ütköznék. Na, még mindig ott van a hölgynek a kocsi. Hát az már nem megy el az a sehol. Na. Jaj. Tütű. Jaj, komolyan mondom, öltönyben meglát minket Sweet. Én fel is tuningolom direkt ezt a kocsit. Meglát minket így. Ó, hát elszégyeli magát, hogy visszamegy a rendőrségre. Az biztos. Uramatyám, hogy engedhették ki? A Burton ablakából soha nem süt be a nap. Vagy lehet azt is énekli Sweet, hogy nem vagyok én apáca. Tidididididi. A bazár mégis bezárva. Tidididididi. Vagy valami ilyesmi. Erre van a tuning board. Igen. Jó, akkor elviszük Sweetet egy kis sex shopolni, meg valami ilyesmi. Elmegyünk Last Centersba. Eladjuk a pólóját, meg a baseball sapkáját. Azt majd. Ú, nagyon laggolunk most, gyerekek. Na. Itt a sötétben van 60 fps. Tökéletes. Ugyanarra a színre, nem mert akkor legyen a tejfelszínű. De nem is, nekem nem fekete, de fekete legyen? Fekete, ilyen fekete kocsival lássuk, vagy mutatkozunk be Sweet előtt. Lehet jobb lett volna a másik kifogó. A magas, igen. Csak Sweet ezt szereti. Gero. Nitro is kell. Természetesen 10 nitrogénes. Oké. Okay. Spoiler, jó. Oldal is, minden játszik, Egész... A családom nem látott egész életében ennyi beast. Amennyibe ez a kocsi került? Hoho. Nem tudom, mi volt ez a nevetés, de örültem, hogy nevettem. Na. Na, gyerünk a rendőrség, Sweet már azóta. Talán még haza is gyalogolt. De merre van az a haza? Kérdem én. Vissza akar menni Sweet Gettóba? Bizonyára vissza, mert hülye. De igazából nem tudom, hogy kinek van igaza. Sweetnek-e vagy CJ-nek ezzel kapcsolatban, mert ugye CJ itt akarja hagyni Gettót. Mondja, hogy van már San Fierro-ba garázsa, kaszinó tulajdonos, minden szar.
van jó háza, Sweetnek is ugye ezt mondja, Sweet meg azt akarja, hogy bármi áron vissza akar menni a gettóba, ahol születtek. Lehet egy gettós pokorban születtek, de ezt nem sose lehet tudni. Kórházba sem vitték őket, hát. Gettóba szültek. Vagy szült CG anyja, na mindegy. Jó, nézzük a videót, és akkor... Sok idő eltelt, Sweet. De szabad vagy. Szabad. Most sírsz CG, hogy visszatérsz így. Sweet! Na, azért rockstaros táskára telt. We got a stake in the casino. We got some insane shit in Fierro. We get into the rap game. Hey man, let me get you some new clothes. Come on. Na, gyere. Ilyen jó kis öltönyt veszek. Hú, Denzel Washingtonos öltöny. Nem kell öltöny? Sweet. Binkóba is mehetünk, ott is mehetünk. Azt se kell. Jó. Nincs terület. Nincs olyan terület. Ne menjünk vissza a gettóba. Mi nagyok vagyunk, mi nagyok lehetünk, Sweet. Ezt értsd már meg. That's exactly where I want to be. Sweet. What you done for our hood? A börtönben. Man, what the hood done for me? Még hülyébb lettél. Always dragging me down. Ez igaz. Ne rendeljél már mindig a főnök. Ketten vagyunk főnökök, nem? A Get Grossly-ben, amikor még volt. Man, you sound just like Smoke right now. Mert talán Smoke is akart egy kis gazdagságot, egy kis vagyont. De őt is lenyomtad. Talán azért árultál minket. Meg a dugni. És akkor mégis visszamegyünk a gettóba. Én ennek örülök amúgy, de... Igazán a Sweetnek, vissza kell... Az a mi területünk volt, az a mi port... Hogy mondják? Az a mi területünk volt, de még egyszer így mondva. Nem hagyhatjuk úgy csak el. Lehet, hogy más városokban már nagyok vagyunk, de... Los Santosba a ballasz ural mindent, és ezt nem hagyhatom. Nézzétek, ott van a ballasz, az a mocskos ballasz, és itt vagyunk gettóba újra. 50 rész után, vagy kb. Visszatértünk, itt van, mindenhol a ballasz van. És igazán a Sweetnek, ezt nem hagyhatom. Nekem kell ez a hely, nekem kell a retek, kell. Lehet, hogy retkes, ganés túrós, szennyvíz nincs beköttetve helyez. De itt születtem a fenébe. Ez az én területem, ez az én hazám. Ne. What about this blender? It's really good. It's azt honnan loptad? That's Miles blender. Na, mert el akarja adni a házat. Na, CG, hogy nézett? Nézd, ezt nézzétek vissza. CG a ördögűzőből tért vissza. This is home, man. Ez az itt otthonunk. Ott van Joe Ryder háza. Azt ott fel kéne gyújtani, nem? Vagy eladni. Jó, ócsó. Terén van drogosokkal a hely. Mondom, ez az én területem. Nem csuklik. Nézzétek, már csuklik a doktor. Na nézzük, miből élünk. Ne felejtsétek el, ez a küldetés után el akarok menni egy helyre. Jó, szerintem esetleg kinyírom ezt a drogost. Attól, hogy assassinos pulóverbe vagy, nem vagy assassin. Na, ó, ballasz itt van! Gyerek, ballasz! Mocskok, szemetek! Anya, ezt látná! Még ezt ellenőrjétek. Hát, attól, hogy táncolsz AK-47-essel, Sweet, attól nem vagy macho gangster, amúgy elbírozta AK-t? Nem volt semmi baj a börtönben? Hogy bírtad ki azt a pár hónapot? Semmi baj nem történt. Ugye azért látom a szemed állásán, hogy azért volt ott valami. Sweet, sajnálom... Édes testvérem vagy, Sweet testvérem. Hi, azt a rohadt! Na, óvatosan, biztos urak. Vagy izé, az már elpárologtak, tudjátok, a nyári melegbe. Nyári melegbe. Elütnék már Sweetet, én agybaj kapnék. Hát itt életveszélyes. Nézzétek, já, gyerünk, Sweet, ide gyere, Sweet. Jézus! Hú. És nem robbantottam ki területet? Az hogy lehet? Nagyon rossz látni azt, hogy a gettó lila. Azt nem hiszem el, ez a mi helyünk volt. Ne, te is lilába vagy, úgyhogy meghaltál. Na megint itt a hülye mentő. Hát nem igaz, ez itt összeszakolni kell. Ennyi, már te is. Takor, most elég volt, hogy... Nem, már, ne! De,
nézzétek már, őrültek, közben valaki lő, elég rendesen. Most kiló, most kiló. Nem maradt sweet, amúgy sweeten nem bántsák? Te is áruló vagy sweet. Te is áruló vagy. Gyerekek, ott is jönnek. Á, itt a kocsi. Ez a kocsi többet rém, de egész gettó. Á, gyerekek. És ez pedig még csak első hullám. Hát igen, kiszoktam a banda háborúzásból a... A Wuzimu, meg a Zero, meg az ilyesmik elvették a harci tudásomat. Ne, takarodjad a kocsit. Hát, azt a kocsit hagyjátok békén. Hát többet ér. Többet ér, mint az egész rokonságot pénzze. Többe került. Na, nekem nem kell az a 2000 dollárs a drogosra. Teri vagyok. I'm rich vagyok, értesz itt? Rich. És mindig idegesít, hogy gyerekkoromba verté. Tessék! Jaj, jaj, jönnek! Ki vagy a gyúrva szét? Ki vagy a gyúrva? Mindig annál a gettóba? Felejthetetlen. Kerítés, ki ne lőjétek! Na, ütök ám! Ne nyitom, Mati is, mit kanyjátok itten? Ez nem a forgalompálya, vagy izé... Na, hülyeséget beszél már megint, de mindegy. Mert felidegesítettem magam azért. Nézzétek, már beteleportáltok. És táskám van, nem gránátom. Táska nélkül mit érek én? Na nézzétek. Ott a táska, meg aktatáska. Tüdi, tüdi. Azt, hogy takarodjál már onnan, jó Isten megáldjon. De amúgy nagyon nagy hasznod van, igen, igen, sweet. Nem is értem, hogy... Hogy te akartál nagy visszaérkezés, vissza akartad foglalni a gettót így, ilyen hozzáállásod, ilyen attitűddel? Hát már maradtál volna börtönbe, bazd meg. Jaj, 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 nem, ballasz. Bocs már, bocsánat már. Egy utolsó mariskanédis, felkendős, taknyos gyerek. Hol van? Ott egy bandatársam. Ezek élnek? Azt fel tudom venni? Ó, az csak integet, annak más tudom. Hát tényleg este van, de az már beszívott. Kusse! Sweet fel fog mérgálni. Jó! Hú, de kemények vagyunk, hú! Biztos Sweet is így izé intett egyet. Sokat csinálsz! Nekem dumáltál mindig, hogy így csináljad, meg úgy csináljad. Nekem dumáltál! A seggét! Vissza kell! Ne! Sweet, gyere ide! De ezek mit kalindjálnak itten gettóba? Itt van Sweet kocsia. Na, ez meg Willy Csicsi. Milyen kocsim van itt? De miért vették el a színét? Miért vették el a színét? Ez így nem. Jó, ez így nem. De nekem nem a automatik. Takarodjál én a Sweet. Dik a bal, azt mit csinál? Ó, Sweet, Lancers 3. Na, ezt kiveszünk szépen nekem, ez a kocsi így nem kell. Mindig elveszik. Takarodjon a Sweet. Nézzétek már, óra magyar. Mindig elveszik a színét, ez hogy lehet ez? Fessétek már át fel, azonnal fessétek már, ütök ám, de hirtelen. Fessd át, utolsó, te! Bumba fejbe, fingos ki! Az mit akar az a fingos ki? Nem inkább fingot ki? Nem érdekel Ryder zenéje se, Ryder zenéje. Egy nagy kalap. Egy utolsó szar. Na. Jó. Nagyon érdekel minket a terület. Jó, Sweet kifele. Akkor maradja, ott van rá. Nem érdekel, egyáltalán nem. Nekem ez a kocsi kell. Ezt úgy el fogják tüntetni, ha megcsinálom a követés, mint a shit. Hogy párologtál oda, Sweet? Nehogy beszállja. Jó, Isten áll meg a gettóst. Jó kedve, bősége. Balsorsak itt ballasztép, hozz rá végeztendőt, megbírt! Már a gettós, a múltars jövendő. Nagyon, most beszorultam gyerekek, viccen kívül, hogy nem... Én felrobbantok itt mindent, enged... De Sweet is beakadt! Na. Van még kiút? Nem érdekel. Remélem, azért nem fogom meghalni. Nézzük meg. De meg fogok. Felrobbantom, akkor nem egy kis hát nem egy kis. És akkor még egyszer robban úgy két kocsi, úgyhogy nekem végem. De még Sweetnek is, úgyhogy ez így nem lesz kóser. De miért szorultam be? Ez nem segít. Á, gyerekek, ezt elcsesztem.
csak a... Jó, széttöröm a ajtaját. Az ajtaját. Igen, és akkor hátra ki tudom menni. De itt bebuggoltam, beglitch... Enter, F, Sweet, miért fekszel ott pallagon? Sweet, kelj már fel, a jóisten megálljon. Sweet, ne legyél már te ennyire istenverte sekülye. Sweet, édesem, kelj már fel. Bratyesz, csináljunk már valamit. És csináljuk akkor. Majd én adok neki. És túléltem, gyerekek. A jóisten megálljon titeket. Nem töltöm újra, nem töltöm újra. Ennyi, ennyit ér az egész utolsó fos. Semmit. Szit, maradjál börtönben, nem érdekel, leszorom. Gyere te is. De milyen köcsösség, ha ezért mission filed. Ne. Tűrűrűrű. És laggoljál még, laggoljál! Na. De miért laggol ennyire? Miért laggol? Nézzétek, ennyire laggol az ustorsó istenverte GTA San Andreas. Felidegesítenek. Csigalóz, csigalóz. Na azért tartsd meg a 60 FPS-t, mondom, tartsd meg a 60 FPS-t. Miért vagyok megállva ezzel a... Most amúgy a kocsaim is tönkrementek, vagy minden tönkrement? Ez az dohányozatok, amíg be nem lép az a törvény, ugye, hogy nem lehet dohányozni a intézményektől 5 méteren belül. Dohányozatok. Mondtam ugye, hogy a küldetés után el akarok menni egy helyre. Jó, akkor most küldetés előtt megyek el arra a helyre, mert kifogytam minigámból is, és kell a minigán. Elfelejtettem. Mondtátok, vagyis mondta egyik nézőm, hogy... Mit mondott? Mondta egyik nézőm, hogy... Torino utolsó küldetés után, hogy ugye ezt a vadászrepülőgépet el kellett lobni, akkor jön be a farmjára azt, hogy minigán ott van, mert minden jó kis fegyver. És kíváncsi vagyok, tényleg ott lesz a minigán. Én azt hittem, akkor lesz ott a minigán, hogyha végigvittem a játékot, vagy a fősztorit. De ezek szerint ma ott kell... Mostanában a pilóták ma jól lerúgnak, azt majd sérvet kapsz, azt majd 3 évig otthon leszel. Mostanában a pilóták fiatalabbnak tűnnek. Mit akartam? Azt kíváncsi, ott lesz a minigán, kell a minigán, és szerintem ott többször is fogok menteni, és akkor feltöltöm a minigánnal. Szét meg addig a börtönben marad, ennyi, nem érdekel. Utolsó senki házi. Nem csinál semmit, csak integetett ottan, azon abból nem élünk meg. Integet. Azt majd a balasz izé, majd visszaint, gépfegyverre. Hülye gyerek. Nézzétek már? Ez már nem akar hátrafele menni. És oda a garázsom, a garázsomban halom meg gyerekek. Nem a te garázsod, CG. Az enyém. Anyám. De te már... Az égi... Q10 házban vagy, nem? Ne feleselj, CG. Az az én garázsom. CG, a növényeimet se locsoltam meg. De hogy locsoltam volna meg, édesanyám? Hát... El kellett menekülnöm a ballasztól. Nem. Na, igazán akartad volna, CG? Meglocsoltad volna a növényeimet, mindig visszajöttél volna a Johnson házba. Ballasztól függetlenül. Tudod, mit csináltak a ballasztok? CG, amíg... Mi a jó isten volt ez, gyerekek? Hát nem is volt ott az a tuja? Hát... Mit csinált a ballasz, édesanyám? Sokszor. Vagyis elnézést csinálom ezt a CG-t, én elveszi ilyen csinál. Tudod, a kanapéra húgyoztak. A fényképemre verték. Ez egyszerűen... Hát sírt, amikor megláttam. Tudod, mit csináltak az ágyadban? Ne akart tudni. Felvitték a gettós kurvákat. Uram, atyám. De még nem is az, hogy gettós kurvákat, CG kisfiam. Még saját magukkal is csinálták. Tényleg, anyám? Mondom. Így volt a... De honnan látod, anyám? Te, én mindent látok. Kisfiam, hát engem megöltek. Igazadon, édesanyám.
Ezt tudom én mit csináltak? Ezt lehet, hogy nem akarom tudni. De elmondom, nem akarom tudni. A kedvenc zappelyhes kosaratba. Milyen kosaratba, édesem? Ittál? Izé, behelybe. Beleköpte. Ballasz köpés. Ballasz lé. Tudod milyen az kisfiam? Majdnem azt hittem, édesanyámra szólít ezt, édesanyám. Ne tudd meg. De nem tudom meg, édesanyám. Tudod, mikor szegény édesapád élt, volt édesapád? Természetesen. Mikor édesapád élt, mindig rendbe raktam a kertemet. De anya, nem is volt kertet, hát a gettóban nincs kert. Ne felesej, kisfiam. Anya, itt a... Ne felesej. Szerintem a CJ-t érti ilyen a robbanást, ilyen hatás is a fejében anyjával beszél, vagy valami ilyesmi. Na, most ugrik Carl Johnson a fal. Aha, tényleg itt vannak. Itt a minigán. Hőkövető, és hát ez a baj, csak egyet használhatok. De akkor a minigán lesz. Na, el is mentsük. Na, ide. Még egyszer? Vagy el kéne mennem messzire is? Nem, itt van ez. Ó, tökéletes. 500. Na. Még egyszer elmentsük, hát na, sweet-e meg rohagyjál. Börtönbe, ez az, repüljél tovább nélkülem. Nekem már nem fáj semmi sem. Jó van, ennyi, nekem ennyi elég lesz, ennyi minigán. Szerintem utolsó küldetés ez is, nem? Kell még minigán? Mindjárt kiderül. Köszönöm, Torino, igazán rendes ember vagy. Igaz, hogy most ettől, mondjuk még nem csináltam a küldetést, de e küldetéstől elpárolgasz, vagy eltűnsz, de igazán rendes fickó voltál te. Na és akkor gyerünk vissza. Fú, mire visszaérünk, gyerekek? Ez se fúr. 500 kórházat meglátogattuk. Meglátogattam. Jó, hogy visit D nem volt. Come as a feeling. És újra Meddog házába kell mennünk. Remélem lesz ilyen ezen a napon később, hogy már csak a rendőrséghez kell mennünk, mert én nem akarok. Na, dáig is lustogom elmenni. Mit csinálsz, nyomorén? Megmentettem az életed. You're safe. I'm safe your life. Te akarod? I can change your mind. Watch your feet. Can't see. The sunny day. Long rainy day. Long rainy day. Who? Ha. Long rainy day. Long rainy day. Who? Ha. Két gangsta nem fér meg egy hídon. Komolyan, szerintem ennek a videónak most lesz vége. És akkor onnan fogom folytatni, hogy elindítom a küldetést. Szóval ennyi lettem volna mára. Hasta la vista! Feliratkozóim, nézőim, és mindenki, aki szeret. Sziasztok! De nem úgy, sziasztok!